Ez a két tűz között mai adás, a nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a stúdióban pedig már itt van velünk állandó vendégünk Krausz Tamás történész, jó napot kívánok, és műsorvezető társam a naphire.hu főszerkesztője Gavra Gábor. Szervusz Gábor, köszöntünk téged is. Nem hagyományos időpontban jelentkezik a két tűz közöttnek a mai adása, lévén, hogy pénteken volt egy kísérlet arra, hogy digitálisan összehozzuk, de Krausz Tamás nem tudta bekapcsolni a Zoom-nál a mikrofon, de többen megkérdezték, hogy hol az aktuális két tűz között, úgyhogy ezt most pótoljuk, és hát itt is vagyunk. Arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornáinkra, és akkor Gavra Gáboré pedig az első kérdés, parancsolj Gábor. Köszönöm szépen, Tamás, meg kell védenem a tanárodat, mert egyáltalán nem igaz a szület. Te nem tudtad bekapcsolni. Nem tudta bekapcsolni a mikrofont, természetesen a tanárod be tudta kapcsolni a mikrofont, a kamerát nem tudta bekapcsolni. Ezért nem volt pénteken felvétel, de most április 8-án hétfőn beszélgetünk, és az a helyzet, hogy egy erősen felforrósodó közel-keleti helyzetben fogunk beszélgetni, amikor is Izrael, én úgy érzékelem, hogy anélkül, hogy végzett volna Gázában, anélkül, hogy a Hamas vezérkarát megsemmisítette volna, anélkül, hogy a még életben lévő túszomot kiszorította volna, megkezdte a kivonulás Gázából. Ez egy kudarc beismerése, taktika, vagy egy nagyszabású irán ellenállás, izraeli-iráni háború felvezetése? Na most ugye szoktuk mondani, hogy egy ilyen horderejű politikai esemény sor, mint a Hamas-izraeli háború is, ezt nem lehet egyes eseményeinek, vagy a legutóbbi eseményeknek a tükrébe vizsgálni csak, hanem ezt megfelelő összefüggésbe kell hozni, ahhoz, hogy megértsük, hogy mi zajlik. És még akkor is, ugye itt több lehetőség kínálkozik a perspektívákat illetően. Én úgy látom, hogy ez a kivonulás, vagy részleges kivonulás Gázából, illetve hát Rafa környékéről való elvonulás, Gázából való elvonulás, ez nemzetközi és mindenek előtt amerikai nyomásra történik. Tehát világos volt, hogy egy ponton túl Izrael nem fog tudni ellenállni, nem először van ez a történelemben, az Egyesült Államok általában a legjobb szövetségeseit szokta legerőteljesebben rákényszeríteni bizonyos dolgokra, amelyeket ők nem akarnak megtenni. Tehát erre szokták mondani, akinek olyan jó barátja van, mint az Egyesült Államok, annak nincs szüksége ellenségre. Na most ez a egyik dimenzió ebben a dologban. A másik, hogy én legalábbis úgy látom, ezzel a kivonulással Izrael tényleg tudja demonstrálni a világnak és az Egyesült Államoknak, hogy lám, én megtettem a lépéseket a tűzszünet irányába, most a Hamaszon a sor, hogy végrehajtsa a biztonsági tanácsnak azt a határozatát, ugye, hogy a túszokat kiadja Izraelnek. Na most, ugye én soha nem szeretek jósolni, de ha most az történik, most kijövök ebből a nem jósoló szerepből, hogy nem adja ki a Hamas a túszokat, akkor nagy valószínűséggel Izrael vissza fog térni Gázába, és ezt a... Hát, hogy demonstrálja a világnak diplomáciailag és politikailag, hogy ő aláveti magát az amerikai és a biztonsági tanács döntéseinek, és bizonyítani akarja ezzel, hogy a tűzszünet nem rajta bukik meg, hanem a Hamaszon. Ez ennek a politikai és diplomáciai üzenete. De azt abszolút el tudom képzelni, hogy utána Izrael már felmentést fog kapni az Egyesült Államoktól, hogy hát igen, nem sikerült elérni azt, amit a kitűzött a biztonsági tanács, akkor azt fogják ismét mondani, hogy Izraelnek joga van ahhoz, hogy megvédje magát, és a tűzszünet és a túszok érdekében újra neki lát annak, hogy a Hamas még fennmaradt katonai struktúráit felszámolja.
Nekem van egy olyan kérdésem, vagy hát megérzésem, hogy lehetséges az, hogy Izraelen nagyon nagy a nyomás az Amerikai Egyesült Államok részéről, közeledik a Peszák, meg közeledik a Ramadánnak a vége, és hogy itt a vallási ünnepek, illetve a nemzetközi nyomás miatt most az volt a legbölcsebb döntés, hogy tényleg ezt a fajta csapatkivonás, vagy valami nagyobbra készülnek. Azt én nem gondolom, amit a Gábor felvetett, hogy Izrael kvázi háborúba kezdene Iránnal. És Irán sem kezdene háborúba Izraelbe? Azt gondolom, hogy Irán sem fog háborút kezdeni Izraellel. A feltételek erre nem adottak, ma az Egyesült Államok mind a két irányba rendelkezik azzal az erővel, hogy ezt megakadályozza. Plusz még Oroszország is itt egy fontos tényező, akinek szintén akkor be kellene avatkoznia itt a katonai eseményekben, és ő sem érdekelt, hogy itt két fronton folyjon a háború, tehát ezt nem gondolom. Ettől még tévedhetek természetesen, ráadásul ugye katonai ügyekben, katonai stratégiai ügyekben aztán igazán nem gondolom magam szakértőnek. Na most, ha arra a kérdésre, hogy most itt ünnepek jönnek, és ezzel is Izrael a jó szándékát akarja demonstrálni, akkor azt mondom, hogy ez is benne van ebben az egész képletben, hogy a világnak, a nemzetközi közvéleménynek, a hazai közvéleménynek demonstrálja Izrael, hát mondjuk így, a tűzszünetre nyitott álláspontját. De még egyszer hangsúlyozom, hogy biztos, hogy egyoldalú lépéseket Izrael nem fog elfogadni, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok főleg a választási ügyek miatt mit szeretne. Mégiscsak 3-4% a demokrata pártnak állítólag muszlim szavazó, és ez a 3-4% rendkívül fontos lehet, ugye a novemberi elnök választás. Jó, de ott vannak az izraeli szavazók, vagy zsidó szavazók is. Ők úgy gondolják, hogy azoknak nincs nagy választási lehetőségük, hogy a többségük mégsem állhat a Trump mögé. Aztán szoktak csalódni. Oké, csak hogyha én kerekperezt kijelentjük, hogy pontosabban a tájára kerekperezt kijelenti, hogy nem valószínű, főleg az amerikai nyomás miatt, az orosz nyomás miatt, nem valószínű egy izraeli irányháború a közeljövőben. Azért olyanra nagyon kevés példa volt, még a hagyományosan feszült izraeli iráni kapcsolatokban is, ami a damaszkuszi iráni diplomáciai képviseletnél történt, ami ugye tele volt az iráni forradalmi gárda parancsnokaival, amit lebombázott Izrael. Jó, de hát arról sem volt nyilvánosan szó, hogy ez is egy válasz volt valamire. Tehát azért az Eilat-tér támadásra. Itt mindig reakcióról van szó, amit nem is vállalnak a felek, különféle diplomáciai okok miatt nem szoktak vállalni. Ezek olyan leszámolások, amelyek fájdalmasak, de amelyek még beleférnek a... Beszámolások ezek? Elképzelhető, hát ki merné ezt kizárni? Egy háború lehetőségét. De most a közeljövőben nem gondolom azt, hogy ez a dolog háborúhoz fog vezetni. De mondom, tévedhetek, de én nem ijeszgetném a tisztelt nézőinket, meg a közvéleményt azzal, akik néznek bennünket, egyáltalán nem, hogy egy izraeli-iráni háború fenyeget a napokban, az beláthatatlan következményekkel jár. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor kiterjedt a háború. Akkor tényleg egy világháborús szituáció lép föl. Tehát ez legalább olyan veszélyes akkor most már, mint az orosz-ukrán háború. Mit tenne, vagy mit kéne tennie, vagy kéne egyáltalán egyébként valamit tennie Oroszországnak egy izraeli-iráni háború esetén? Hát most is tesz, szerintem minden nap tesz Oroszország. Hát részben ugye az negatív Izrael számára, hogy a Hamaszt elismeri tárgyaló félnek, de másfelől az Iránnal való kapcsolatokba, az orosz-szír kapcsolatokba belefér, hogy a szíreket és az irániakat Oroszország visszafogja egy szélsőséges lépéstől. És hogyha bekövetkezik a ember a helyzetben a legrosszabb, akkor neki van szövetségesi kötelezettség? Hát
El tudom képzelni, hogy van, és mondjuk valamilyen légvédesz, katonai stratégákat kell megkérdezni, hogy hogy megy, hogy valamilyen légvédelmi segítséget ad, úgy, ahogy a nyugat ad infrastruktúrát, logisztikát Ukrajnának, úgy Oroszország esetleg adhatna Iránnak, de én nem gondolkodom ebben rövid távon, hogy ez háború, mert ez olyan, mint mondjuk a közvetlenül háborúba lép Oroszország a nyugattal. Közvetlenen azt értem, hogy mondjuk valaki csapatokat küld be, egy őrült csapatokat küld be Ukrajnába. Azt mondta a tanár úr, hogy akkor az olyan lenne, mint az orosz-ukrán háború. De hogy azt látjuk, hogy Izrael ugye sokkal hamarabb megszerezte a légifölényt, azt látjuk, hogy Izrael talán katonák szempontjából és fegyverek szempontjából is jobban áll, mint akár Oroszország vagy Ukrajna, más a mérete is ennek a háborúnak. Ugyanakkor Iránnak a szerepe meg megint talán egy újdonságot hozhat ebben a történetben. Ennek fényében kérdezem, hogy miközben logikusan azt várnánk, hogy Izrael ezt a háborút akár gyorsan le tudja zárni, és most, ha a hivatalos részét nézzük, akkor gyorsan le is zárhatja. Most Netanyahu-nak pont volt egy nyilatkozata, hogy nagyon közel vannak a győzelemtől az izraeliek. Közben meg mégiscsak motoszkál az ember fejében az, hogy lehet-e akár az, hogy a Közel-Keleten még nagyobb probléma lesz, mint az orosz-ukrán fronton. Hát abban az esetben nagyobb probléma lenne, ha az Irán közvetlen Irán-izraeli háború, hát az kétségtelen, az felmérhetetlen, mert abban a pillanatban, hogy egy ilyen háború kitör, akkor az atomháború közvetlen veszély áll fönn. Hát úgy tudom én, az izraeli adatok szerint csak az alatt, a háború alatt, ami most zajlik, több ezer rakétát lőttek ki Izraelre, Észak- vagy Dél-Libanonból és Gázából 10 000 rakétát, tehát Irán ki tudna lőni 100 000 rakétát. Hát akkor az nincs olyan kupol, amelyik 100 000 rakétát meg tud fogni, tehát Izrael... És ön szerint Irán ki akar lőni mondjuk ennyi rakétát? Én azt gondolom, hogy háború sem lesz, tehát azon nem érdemes most nekünk gondolkodnunk, hogy ki mer lőni, nem mer ki, mert egy háború tudjuk, hogy ellenőrizetlen. Hát ki gondolta volna, hogy az ukrán-orosz háború 2 évvel, vagy több mint 2 évvel a kirobbanása után érkezik el a legvéresebb szakaszába, amikor nagyobb katonai és embervesztességeket szenved Ukrajna, mint bármikor korábban. Hát erre senki nem gondolt, vagy csak nagyon kevesen. Hát mindig azt nézi ugye az ember, hogy mikor lesz béke, hogyan lehet. Ugyanígy vagyunk az izraeli háborúval, aki nem a béke oldalán áll ebben a háborúban, hanem azt gondolja, hogy az a jó, ha kiterjesztik ezt a háborút, az őrült, fanatikus. Ott nagyon kell vigyázni az olyan érvelőkkel. Hát ahogy az atlantista propagandistáknak is meg szoktuk mutatni a gyenge pontját, hogy fanatikus őrültek, tényleg azt hiszik, hogy a NATO az valami béketeremtő, vagy nem tudom milyen szervezet, hogy a múltkor mondták, az vicces. Na most ugyanígy nem azt mondom, hogy vicces, mert sajnos tragikus mind a kettő. Ha valaki azt gondolja, hogy közelebb visz bennünket valamilyen megoldáshoz a közel-keleti háború kiterjesztése, őrült fanatikusnak kell hozzá lenni. Viszont ezzel együtt meg mintha lenne egyfajta ilyen háborús várakozás. Ugye maga Irán is beszélt arról, hogy meg fogják torolni a Szíriában. Valahogy meg fogják torolni, hát persze. Szerintem részben megtorolták, megjelentek a nyilatkozatok, hogy kilőttek ide-oda rakétákat. Az izraeliek nem kommentálták ezeket a rakétákat, állítólag Hajfára is lőttek ki rakétát, de minden esetre tudomásom szerint nem találták el az olajfeldolgozó üzemet szerencsére, de valamik voltak. Ezt nem kell tovább ragozzunk. Ez elég rettenetes dolog ahhoz, hogy örvendezzünk annak, ha a közeljövőben egy ilyen háború lehetőségét szerintem kizárhatjuk. Mindaz, ami a Közel-Keleten történik, és független attól, hogy hova eszkalálódik az izraeli-iráni feszültség, mennyiben érinti az orosz-ukrán
frontot. Mennyivel érinti elsősorban Ukrajna nyugati támogatását? Mennyire oszlik meg, vagy tevődik át mondjuk az amerikai figyelem a közeles területre, és mit kezd ezzel a helyzettel Európa? Most megint úgy vagyunk ezzel, hogy a propagandára figyelünk-e, tehát arra, ami elhangzik Brüsszelben, amit ez a Bonapartovics Macron mond, aki ugye kifejezetten a háborúnak ezt az eszkalálásába utazik, most először egy ilyen nagy békeharcos volt Európában a Macron, akkor arra figyeltek föl, ez egy pici ember, aki borzalmasan szereti magát, tehát nyilvánvalóan egy narcisztikus figuráról van szó. Most a másik oldalon szerepli túl magát, és egyenesen megfenyegeti Oroszországot, hogy NATO csapatokat és többes számba is nyilatkozik, amitől a Scholz és az amerikaiak ugye idegrohamot kapnak, mert ők tudják, hogy ez egy ilyen üres beszéd, hiszen nem lehet oda reguláris csapatokat bevinni. Tehát ha a hivatalos propaganda szólamokat nézzük, akkor úgy tűnik, mintha nem érintené a gázai háború az ukrán háborút, mert Nyugat-Európa minden segítséget megad. Ugye ez az, ami átjön a sajtóba, ez a propaganda. Az Egyesült Államok sokkal óvatosabb. Nekem az a benyomásom, hogy az Egyesült Államok óvatossága és Ukrajna támogatásával hoz való szkeptikus, ilyen erős támogatásához való szkeptikusabb viszony Európában épp a harciasabb embereket hozta a politikába előtérve, ugye ez a francia, lengyel, ez a, hogy kerül ugye a Macron, ugye a franciák azok, hát nem tartoztak hagyományosan a russzofób európai politikai csoportosuláshoz, míg a lengyelekről tudjuk, hogy mindegy, hogy a hatalmi elit melyik frakciója van hatalmi. De nem gondolja tanárul, hogy itt a russzofóbia, illetve az európai védelmi képességeket valahogyan meg kellene oldani, gondolatok keverednek most ilyen fura hibridbe, aztán ez majd letisztul azért összességében. Azt nem tudom, mit tisztul le, és nem is szeretek, ugye mindig idejövünk visszajósolni, mi az, ami látható, mi az, ami megállapítható, mi az a tendencia, ami kirajzolódik. Előbb vagy utóbb világossá fog válni, persze annak tükrébe, hogy az Egyesült Államokban hogyan alakul a dolog, hogy Trump lesz-e az elnök, vagy valaki más, hogy az önálló európai katonai ütőerőnek a szerepe előtérbe fog kerülni. Valamilyen értelemben már előtérbe került, hát mondjuk meg őszintén, ugye, hogy itt vannak önálló katonai elképzelések Európában már régebb óta. Na most az európai konkurenciába illeszkedik ez a dolog. A német frank, ki lesz a vezetője ennek az európai katonai szerveződésnek? Ez a francia, lengyel tengely, vagy netán a németek erősebbek, akik sokkal kevésbé szeretnének közvetlen katonailag konfrontálódni Oroszországgal. Szóval azért ez nagyon nyitott dolog, hogy melyik csoportosulás lesz erősebb, és hogy ezeknek a csoportosulásoknak mi a kohéziója. Azért ezeket az pillanatnyi állapotokat nem lehet meghosszabbítani. Tehát azért a Macron képes hetenként mást mondani. Tehát nem gondolom azt, hogy van egy olyan lengyel francia szövetség, ami hát stabilan érvényesül az Európai Unión belül. Az Európai Unión belül és a NATO európai szárnyán belül kétségtele, hogy egyre inkább van egy szkeptikus vonal. És ez nem csak Magyarország meg Szlovákia ügyében. Németországban is vannak békepárti tüntetések, ott is vannak törekvések jobb és bal oldalon, hogy a béke fele kell menni, és Oroszországba ki. Ha megnézzük a szlovák választásoknak ugye a hét végi eredményét, akkor igen, sokan ezt is elnököt, úgy olyan fordítják. Olyan elnököt választottak Szlovákiában, aki egy hasonló politikában érdekelt, mint amit Magyarország folytat, hogy NATO igen, de fegyvereket nem akar Oroszország ellen Ukrajnába szállítani. Na most itt erről szól ez a történet, hogy mi az a fegyvermennyiség még, ami elmegy. Hát gondoljuk bele, hogy az ukrán hadsereg
ugye Zelenszky úgy szeret fogalmazni, most már azért látja a vereséget kirajzolódni. Tehát ezt itt most mondjuk meg a hallgatóságunknak, hogy most már Zelenszky is beszél arról. Beszél, hogy Ukrajna elveszti a háborút, ha nem kap ez, amerikai segélyt. Valóban azt jelenti, hogy vereségtől tart? Vagy ez egy igen, ez már nem retorika. Tehát ez már nem az, hogy küldjetek fegyvert. De hát ebben benne vagy, küldjetek fegyvert, hanem a vereséget azzal ki lehetne tolni. De amikor már a Zelenszky, aki ugye ilyen nemzeti kis Napóleon pózban merevedik meg, az az idő elmúlt. Tehát ma már Zelenszky úgy beszél, mint aki alternatívákkal számol. Mint aki saját személyes politikai jelentőségét is számításba veszi alternatív módon. Illetve talán az újdonság, hogy eddig a veresség szó nem igazán hangzott el ukrán oldalról. Ez az egyik. A másik, hogy nem merte magát megméretni az elnök választásokon. Tehát március 31-én le kellett volna bonyolítani az elnök választásokat, inkább magára vállalja nyíltan a diktátori funkciót. De itt nem arról van szó, hogy mert gyakorlatilag egy háborúban álló ország, ahol bizonyos helyen frontok vannak, stb., és nagyon sokan nincsenek otthon, nem is lehet normális választást tartani. Ugye van még egy magyarázat, hogy olyan sok pénzbe kerül, hogy azt is egyébként a háborúra lehetne fordítani, és azt mondta Zelenszky, hogy ha kifizeti a nyugat, akkor... Tamás, ez nem meggyőző. Ha Oroszország meg tudott csinálni egy elnökválasztást, de nem az orosz határokon belül zajlik azért. Meg tud egy ilyen elnökválasztást csinálni. Az egész nyugat mögötte áll. Hát azért ez nem egy orosz-ukrán háború, ne essünk vissza egy korábbi 2 évvel ezelőtti fázisba. Ez egy teljes egészében a nyugat által vállalt. Ukrajna az ostromlott vár, úgymond. Na és az ostromlott vár, akármilyen mértékig ostromot, miért ne lehetett volna egy elnökválasztást megrendezni? Az Egyesült Államok hivatalosan is adott olyan tanácsokat a Zelenszkynek, hogy jobb lenne talán, ha mégis az elnök vált. De Zelenszky maga döntött úgy, hogy nem kockáztat, mert a népszerűsége kétségtelenül csökkent. Pedig hát azért még mindig nagyon magas a népszerűség. Mert amikor azt mondja, hogy 80-60-ra, hát... 80-60-ra, ki tudja, hogy a 80 létezette, ki tudja, hogy a 60 létezik-e, és semmi, én nem hiszem, hogy csak Oroszországban kell az ilyen felméréseket szkeptikusan fogadni, Ukrajnában is szkeptikusan kell fogadni. Én olyan felméréseket is láttam, hogy ma már az ukrán lakosságnak több mint 90%-a mindennapi kommunikációban az ukrán nyelvet használja. Na most ez egy óriási humbug. Felmérték amerikai pénzen ezt, és ezt hivatalosan közzétették, de ez egy hülyeség, ez lehet ellenőrizni. Hát meg kell nézni az internetet, hogy mely kérdésekben hogyan kommunikálnak az ukránok, és akkor kiderül, hogy használják az ukrán nyelvet is, de legalább olyan gyakran otthon, a kozmetika megrendelésében, nem tudom, a katonai irodalom megrendelésében, tudományos irodalmi megrendelésekben orosz nyelvi túlsúly van. Most ezt nem tudom, pontosan az adatokat sem jegyzem meg, csak azt mondom, hogy a hivatalos felméréseknek nem szabad hinni. Azokat kritikailag kell fogadni minden oldalon. De azt nem kell kritikailag fogadni, hogy kifújta a Zelenszky legitimációja. Tehát elmaradt az elnökválasztás, és ennek nincsen semmi különösebb következménye egyelőre, de hát ez mind nemzetközileg, mind otthon azért hatással van a közvéleményre is, és a Zelenszky lehetőségeire is. Ez nem szélesíti a Zelenszky lehetőségét és népszerűségét, hogy megfutamodott az elnökválasztástól. Ezt azért ne felejtsük el. És ugye további nagy negatívum, ha már az orosz nyelvnél vagyunk, itt beszéltük is erről, hogy hát tovább zajlik Zelenszkynek a morális felmorzsolása, azzal ugye el is ment már tőle az egyik közvetlen barátja, aki hatalomban a kvázi az office-ban a második ember volt, utána a sheriff nevű kollégája, aki maga is tulajdonképp Németországból olyan kijelentéseket tett, hát, hogy ő maga is szégyeli, amikor az orosz kultúra nagy
képviselőinek ledöntik a szobrát. Persze ezt Németországból mondja, és nem akkor mondta, amikor ott volt a hatalomban, és a feje fölöl döntötték le a Puskin meg Dosztojevszki szobrát. Tehát a pasasnak a morális arculatát egyáltalán nem szeretném itt tisztára mosni. Na de a legrosszabb és a legutolsó fejlemény, amit szerintem érdemes a hallgatóinak közreadni, még ha szerkesztő urak hozzájárulnak. Hogyne. Ez egy plusz 2 percbe itt el monologizálom ezt a történetet, hogy hát a legnagyobb orosz író egyike, az tulajdonképp Kijev legnagyobb irodalmi szülöttje. Bulgákov. Mihály Bulgákov. Na most ennél híresebb, fontosabb világirodalmi író nem született Kijevben. Na most a Nemzeti Emlékezet Bizottság őt is fekete listára tette, ez már a kulturális vég. Ez nem is tudom mire venni, főleg ha a két szerző, aki elemzi, hogy milyen borzalmasan ártalmas az orosz propagandában Bulgakov, és hogy tulajdonképp még visszamenőleg is valami olyan egymást kizáró tézisekkel, idézője tézisekkel vádolják meg, hogy nagy orosz soviniszta, meg birodalmi propagandistája volt a cárizmusnak, a fehérgárdizmusnak is, a Bjelogvár Gyésinának, a fehérgárdizmusnak lehet valahogy így fogalmazni. Ugye nyilván a Fehérgárda című művére gondolnak, hogy ott valami emlékművet állított a Fehérgárdának. Tiszta őrülete. Sztálin szerette ezt a darabot. Neki akkor csak feltűnt volna, ha itt valami egyoldalú ábrá. Akkor utána azzal is megvádolják, hogy a szovjet hatalom tiszta őrültség. Ez tényleg egy olyan kulturális végállapot, amely arról árulkodik, hogy ennek a rendszernek nincs perspektívája. Ilyen módon szembe menni az egyetemes orosz kultúrával egyszerre lehetetlen. Igen, az az érdekes ember, hogy Bulgakov kifejezetten, hogy mondjam, szabad és szuverén ember tudott maradni a sztálinizmus alatt. Mindenkor. Nem sokan mondhattak el magukról. Igen, most hát nyilván nem mehetünk itt bele a műveinek értékelésébe, de hát a Mester és Margarita az minden, csak nem valami orosz soviniszta mű. Nem is arról szól, semmi köze semmilyen propagandához, az egy általános humanista mű, ami egy emberközpontú ábrázolás egyébként, ha valaki belegondol, hogy ez miről szól, ez egy humanista üzenettel megáldott mű, de ez itt nem megy el. Na most, ha ilyesmi történne Oroszországban, tehát a nagy nyugati írókat megtámadnák ilyen módon, akkor én nem tudom, mit csinálna a liberális közvélemény, hogy lám, az orosz ilyen-olyan diktátorok se hallgatnak, nem jön át a sajtóban. Sehol Európába, beleértve Magyarországot, hogy mi zajlik. Hát itt átjön. De jó, ilyen, bocsánat. Itt kétségtelen, hogy átjön, de hát nem azonosítanám magunkat azért a sajtóval. Nagyon a perifériájunknál. Most még nem. Én behoznék még egy szempontot, a tanár úr is említette azt, hogy itt vannak, akik távoznak Zelenszky környezetéből, és van ilyen gondolkodás azon, hogy most azok, akiket menesztettek, akár nagykövetek lesznek belőlük, meg más, azok belső ellenzéknek számítanak, vagy valójában Zelenszky érzi a vesztét, és ezért a hű embereit megpróbálja elhelyezni megfelelő pozíciókba? Na most itt lehetne hasalni, meg mindent mondani. Itt arra kell utalni, hogy egy adott szituációban azok az emberek, akik menekülnek a süllyedő hajóról, azért ők maguk adnak jelzéseket, hogy tőlük szabaduljanak meg. Azért ez elég tisztán látszik, mert senki nem lázadt föl. Hát nem lázadt föl a hadsereg főparancsnoka sem attól, hogy ő londoni követ lett végül is. De gondolom nem örülsz neki. Én erről sem vagyok meggyőződve. Lehet, hogy örült neki? Én, ha nézem ezt a másik oroszt,
aki lett az ukrán hadsereg főparancsnok, a Szirszkit. Nézem. Az összes nyilatkozatából már hiányoznak ezek a nagyon magabiztos stratégiai kijelentések, hogy hová vezet majd a mi... Akkor ő az, aki majd lekapcsolja a villanyt? Hát katonai értelemben könnyen elképzelhető, és minél hamarabb tér észhez az európai elit, annál kevesebb lesz az áldozat. Borzam, nem is mondom el itt a hallgatóinak, hogy milyen áldozatszámokat lehet olvasni ukrán oldalon, és hogy milyen orosz, itt majd a katonai szakértők elmondják, hogy olyan új orosz fegyvereket próbálnak ki, hogy egész egyszerűen a pusztító hatása rémes. Tehát most az, hogy a településeket lassan foglalják el, és hogy lépésről lépésre mennek, az láthatóan csak arra utal, hogy az ukrán csapatok be vannak betonozva ilyen védelmi pozíciókba, de ezeket lépésről lépésre felőrlik, és nem lehet látni, hogy ez az ügylet megfordítható lenne. És akkor beszélünk mindig, hogy lőszerhiány van, meg F-16-os hiány, minden szamárságról beszélünk, arról nem beszélünk, hogy emberhiány van. Hogy értsék meg a szerkesztő urak is, mindenki. Vannak falvak, ahol már nincsenek férfiak Ukrajnában. Tehát ha nem az emberekről beszélünk, hanem örökké ezzel szédítjük magunkat, hogy mindig majd lesz egy csodafegyver, akkor egyre több embert áldozunk föl. Hát ez rémes. Lehet még ez Ukrajnában... Apa, anya, gyerek, család. Lehet még Ukrajnában tömeges sorozás? Hát erről szó van állandóan, az utcán fogják el az embereket, akiket el lehet fogni, van, ahol tiltakoznak, rengeteg olyan történetet lehet, és most már lehet történeteket olvasni még az ukrán sajtóban is, persze így, és nem direktbe lehet előhozni. Lehet látni, hogy már súlyosan sebesült embereket is bevesznek bizonyos összefüggések között. Valahogy béke felé kellene most már elmozdulni, mert már túl vagyunk az utolsó ukrán szindrómán. Az amerikai, meg azok az atlantista propagandistáktól mentsen meg bennünket a jó Isten, mert ők mindig azt mondják, hogy az ukrán népet még tovább lehet mozgósítani. Hova? Miről beszélnek? Nincs lelki ismeretük? Mi ez az őrültség? Meddig akarják még ezt? El akarnak jutni a Borrelig? Akinek tényleg semmi nem drága. Mit akarunk ettől az európai hatalmi elittől? Tényleg, tehát itthon, Kelet-Európában a helyi eliteket mindenki szabadon bírálja. Ez nagyon jó. Nem mindenütt. Sok felé. Mondjuk így. Na de a központi háborús elitet nem lehet szó nélkül hagyni, miközben mindenféle tőkeberuházásokról beszél a zöld szektorban, egyre nagyobb pénzeket akar bevetni fegyverkezés ügyébe Ukrajnába. Hát és miközben ugye a hölgy a legnagyobb korrupciós botrányba keveredett az Európai Unió, fel nem akarom a nevét sem, maga azt hiszik. Ursula von der Leyenre gondolat. De nem mondjuk, mert maga azt hiszik, hogy én nem is ismerem, nem tudom, nekem mindegy a hölgy. Csak hát a nevén kell szólítani, valahogy meg kell mondani, hogy az Európai Bizottság elnöke, von der Leyen, igen. Igen, ez a neve, de ő belekeveredett egy egészen súlyos... Itt a vakcina beszerzések. Hát a vakcina, és még 3-4 pernek néz elébe a hölgy, mert föl fogják jelenteni előbb-utóbb. Ez teljesen nyilvánvaló, és hogy majd per is lesz belőle, de újra főnök akar lenni, a Macronnál mögötte, neki már nem olyan értelemben tetszik, csak a háborús politikájára mondom. 2019-ben egyébként Emmanuel Macronnak és részben Orbán Viktornak volt köszönhetőnek a nagyszerű asszonynak a megválasztása. Úgy van. Tehát egyikük sem az előszemély választásairól. Erre szokták mondani kapufa. Így sikerült. Ez visszajött a labda. Rémes, és most újra akarják. Meddig megy, hova megy, nem látszik a világos perspektíva. Tehát átállni a zöldiparra, és ugyanakkor közben háborúzni, és a környezetpusztítást korlátozni, ugyanakkor háborúzni, és nem keresni az utakat, módokat, hanem, és hát most akkor bíráljuk a másik oldalt.
Ugye Oroszországban itt van ez a krókusz dolog. A terrortámadás a Krokusz City hol jelent? Na most, hogyan csapódott le az egész terrorizmus dolga? Hát mit tudunk Magyarországon? Hát tudjuk az orosz érvelést? Gyakorlatilag alig lehet már olvasni erről az ügyről. Ezt nem azt mondom, hogy agyonva hallgatva, mert az hazugság. És a bírálni lehet valamit, hogy az oroszoknál rendszeresen megjelenik, hogy agyon hallgatják ezt a krókuszi terrort Európába. Ez nem igaz. Nem hallgatják agyon, de az orosz érvelés, mint koncepcionális érvelés ebben a terrorügyben teljesen ismeretlen, merem mondani. Tehát nem tudják, hogy az oroszok már felsorakoztattak olyan érveket, amelyek arra utalt, ugye Medvegyev konkrétan megfogalmazta, hogy a Macron személyes felelősség terheli ebben az egész terrorizmusban. Nincs bizonyíték, közvetlen technikai bizonyíték, csak annyi bizonyíték van, de hát ez mégiscsak valami, hogy Ukrajna támogatásával egyúttal azt az Ukrajnát is támogatják, amely belekeveredett ebbe az igiles terror eseménybe, és meggyőzhetetlenek a tekintetben, ami a tegnap került elő, a négy videó, a négy vallomás. A négy gyilkos vallott. Lehet, nem tudjuk, hogy most mondták, hogy mit kell mondani, nem mondták. A lényeg, hogy ugyanazt mondja mind a négy ember, hogy megvan valami, nem tudom, milyen nevű kontakt, Szejfulino, mindegy, hogy mi az a név, nem érdekes, aki az ő kontakt személyük volt, és hogy Ukrajna, az ukrán határon megvolt az az ablak, elő volt készítve, ami felé ők menekültek. És ott nekik Ukrajnába 1 millió rubelt ígértek, ez lett volna ez a díj még, amit ott kaptak volna. Na most van a négy vallomás. Van a történet hozzá. Na most az nem lehet, hogy ez Európa nem viszonyul. Hát itt nem, ez nem stimmel, ez az orosz narratíva. Tehát lehet azt mondani, hogy ez az egész nem így igaz, nem úgy igaz. Na de ha egyszer ez az orosz narratíva, hogy a Nyugat és Ukrajna, akkor erre valamit mondani kell, ezt elemezni kell, ezt bizonyítani kell az EU-ban, mi oldalunkról, európai oldalról, hogy az lehetetlen, az ukránok nincsenek benne ebbe a dologba. Nincs bizonyíték, erre sem. Oké, csak ugye van, tehát amikor Medvegyev arról beszél, hogy Macron személyes felelősség terheli az Iszám által elkövetett Moszkva környéki terrorcselekmények, akkor az a kérdés, hogy ezt egy, hogy mondjam, politikai elemzésnek, pszichiátriai elemzésnek több teljesen komolyabb módon kell alávetni, mert emlékszünk rá, nem volt egyébként az olyan régen, hogy a migrációs hullámtól kezdve a párizsi terrorcselekményekig bizonyos nyugati mind az médiumban valahogy mindig Putyin áll. Úgy van. Most hát ez, amit most Medvegyev. Ezt vissza, ez én is írom. Ez tényleg. Ezt én úgy elemzem, úgy van. Ezt én úgy elemzem, hogy ez Macronnak személyesen szól, és egy visszaadása annak a politikai gesztusnak, amit ő a francia csapatok ukrajnai bevetése kapcsán elkövetett, és Oroszország ellen nap mint nap az eszkaláció érdekében elkövet. Én is így gondolom. De ettől még Oroszországnak ma ez a hivatalos álláspontja, nem csak a Medvegyevé, az orosz sajtóban, az orosz hivatalos külügyi állásfoglalásokban mindenütt az szerepel, hogy hogy megvan az ukrán vonal bizonyított, és mögötte az Európai Unió áll, és hogy Oroszország ellen ez egy olyan összeesküvése a nyugatnak, amit Oroszország nem fog lenyelni. Ez majdnem olyan, mint amilyen a gázvezetékek felrobbantása volt. Tehát majdnem olyan orosz ellenes. És ott sem történt egyébként semmifajta orosz válasz. De azért ott volt orosz vád. Hát nem... Válasz?
Ja, orosz válasz, igen, az oroszokot semmi olyan választ nem adtak az oroszok, ez nagyon fontos, amit a Tamás mond, nagyon fontos. Olyan orosz válasz, ami eszkalálhatta volna az eseményeket akkor a terrorizmus irányába, tulajdonképp nem volt. Igen, és azóta volt a hídügy, és egy csomó olyan terrorakció, amit szerintem, nem azt mondom, hogy az oroszok nem válaszoltak, meg közben szétbombázzák az egész ukrán, a katona, hadsereggel kapcsolatban levő energetikai struktúrákat, minden, de ez mégsem olyan típusú terror, ami Oroszország ellen folyik, hogy direkt civil központokat bombáztak. Ettől még az oroszok eltalálnak civil struktúrákat, félreértés ne essen. Vagy akár a Kercsi híd felrobbantása, megtávolása, az minőségileg másnak tűnik, mint a bevásárlott központbeli észrelés. És az a kérdés, hogyha egyébként, hát hogy mondjam, általunk ismert bizonyítékokkal, legalábbis alá nem távoztva egy, hát nem is félhivatalos, hanem hivatalos forrás, ugye a Medvegyev, ilyeneket beszél, megteheti-e Oroszország azt, hogy most sem eszkalál? Mert ezért tűnik nagyon veszélyes, hogy amit az előbb mondtam, hogy a párizsi terrortámadás, meg a 2015-ös migráció során környékén voltak hasonló összeesküvés elméletek az oroszokról, azok azért nem hivatalos formában voltak, hanem a médiában itt-ott felbukkantak. Ez viszont, ahogy a tanárok mondja, az hivatalos orosz állás van. Tehát az a kérdés, hogy ezt, és most bocsánat, tehát muszáj, akkor én se világnyelvvel fogalmazok, tehát ezt az őrületet a szavaknál, ami a Medvegyevnek a nyilatkozatával tükröződő őrületet, ezt meg lehet állítani a szavaknál, mielőtt nagyon baj nem lesz. Hát ez egyelőre a szavaknál van, éppen az az érdekes, hogy itt hogyan folyik egy ilyen szóháború vagy szókarate a két fél között, ez szinte önálló életet él. Ugyanezt látjuk az izraeli-irán ellentétben, vagy egyáltalán az egész gázai háború ügyben, a Hamas-Izrael kontaktban, hogy ott is folyik egy nagyon drasztikus szóbeli háború, vagy propaganda háború, szinte önálló életet él. De hogy ez hogy kapcsolódik össze azután a valóságos háborús folyamatokkal, az már akkor derül ki, amikor a lakosság egyre nagyobb csoportjai kapcsolódnak be a háborúba. És mondjuk meg őszinte, ha az Európai Unió oldaláról nézem a háborús fenyegetőzést, akkor lehet félni attól, hogy egyre nagyobb katonai elkötelezettségre lesz szükség Európában, és tényleg a lakosságnak most állítólag, ugye az Európai Unió hivatalost abszolút kritikával kell élni, az Európai Unió lakosságának még mindig több mint 50%-a, vagy 50% körül támogatja a háborút. Azért ez nem olyan sok. Egy háborúról beszélünk, ez nagyon ingadozó, ez az 50%. Hova megy, meddig megy, mi van a farmerekkel, mi van a szegényügye, mi van az egészségügye, előbb-utóbb a lakosság jól. Na most Oroszországnak nincsen meg ez az ellenőrzése a társadalomban, mert az orosz társadalom ezt egy egzisztenciális háborúként fogja föl. Az a rész, aki támogatja a hatalmat, az elnök választások minden kritika ellenére is arra utalnak, hogy az orosz társadalom nagy része, ez Európai Unióban én nem látom, hogy ezt az európai lakosság egzisztenciális háborúnak tekinteni az Európai Unió részéről. De tévedhetek, nem látok ilyesmit. És ez nagyon nagy különbség. Mert ha megnézed az izraeli Hamas háborút, ott is azt látod, hogy a lakosság döntő többsége egzisztenciális háborúként tekinti. Az egy pici ország. Oroszország nagy, relatíve Ukrajna nagy, kvázi, nem Európai Uniós tagállam, tehát az európai lakossággal azt kellene elfogadtatni, idézőjelben elfogadtatni, hogy ez egy egzisztenciális kérdés az Európai Unió szempontjából, hogy hol húzódik meg a határ Ukrajnán belül. Ez a mai végszó. Krausz Tamás, köszönjük szépen! Köszönöm.
Köszönöm szépen a figyelmet. A műsorvezető társammal, Gavra Gáborra búcsúzunk ma a kedves hallgatóktól. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Iratkozzanak fel az ATV, az Ultrahang és Krausz Tamás csatornájára, és ha minden jó megy, akkor a héten majd mi még egyszer jelentkezünk, ha csak Krausz Tamás nem tanulja meg addig bekapcsolni a Zoomon a kamerát. Mindenkinek szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra. Viszontlátásra.